A Szenteleki Napok a sziváci születésű Molnár Imre grafikus művész kiállításával kezdődött a Szenteleki Kornél Magyar Művelődési Egyesület székházában, majd Szenteleki Kornél munkásságát méltató tanácskozás után ünnepélyesen átadták a kitüntetéseket. Az irodalmi tanács Kovács Frigyesnek, Jászai Mari díjas színművésznek ítélte oda a Szenteleki díjat. Kovács Frigyes többek között a Tanya Színház, a Kosztolányi Színház alapítója, a Risztics éra után 1998-tól társulatvezetői munkájával építette fel a Szabadkai Népszínház magyar társulatát. Létrehozta a Pataki Gyűrű díjat és a Délvidéki Magyar Színjátszás napja rendezvénysorozat részeként a Felolvasó Színházat, amely a kortárs vajdasági magyar drámák megszületését serkenti. Sopronból videó üzenetben köszönte meg a kitüntetést. Ezért innét jelentkezem Sopronból a művészetek és művelődésnek a... Bazsalikom díjjal tüntették ki idén Brenner János szerkesztőt, a szerb-magyar középszótáron végzett szerkesztői munkájáért, ennek elektronikus verzióján való közreműködésért, valamint Györe Géza, a Horvát és a Szerb Irodalom Magyar Recepciója című 6500 tételt és 3000 nevet tartalmazó két évszázadot felőlelő bibliográfiájának szerkesztéséért. Ezen kívül dolgozott még a magyar-szerb frazéma szótáron, és valamennyi szerb-magyar, magyar-szerb tan és kézikönyv, valamint szótárfüzet megszerkesztésén is. A munkám irányának a megerősítését mindig sokat gondolkodom ezeken a kérdéseken, mert nagyon nehéz alapvetően, hiszen abból indulok ki, hogy az ember mindig adja a maximumot, igyekszik a maximumon pörögni, a maximumot nyújtani, és hát jönnek ilyen állomások, amikor elismerik a tevékenységét, én ennek nagyon örülök. 50 éves jubileumát ünnepelte idén a sziváci Szenteleki Napok, amelyen, mint minden évben, a vajdasági magyar irodalom alapítójára, Szenteleki Kornélra emlékeztek. A 70-es évek eleje óta létezik, és én biztos vagyok benne, hogy senki nem a díjért, az elismerésért teszi a dolgát, amit önmagának kiszabott, de én úgy gondolom, hogy ennek a közösségnek meg kell becsülnie az alkotókat, a kultúráért sokat tevőket, úgy, hogy a Szenteleki és a Bazsalikom díj és ennek a fáradtságos munkának az elismerése. 130 évvel ezelőtt született írót, műfordítót egyébként vajdaság kazinciaként tartják számon. Nevéhez fűződik a vajdasági magyar irodalom megalapítása és annak önálló identitásának megteremtése. A rendezvényt az MNT országos kiemelt jelentőségű rendezvényé nyilvánította. Ezért a Magyar Nemzeti Tanács rendkívül fontosnak tartja ezt a ennek az emlékezetnek az ápolását, illetve rendkívül fontosnak tartja azt, hogy Szivácon, ahol orvosként működött, és itt is temették el 1933. augusztus 20-án, kultuszhelyként megőrizze, és ez a kultuszhely, illetve az a karizma, amelyet Szenteleki Kornél képviselt, maga köré gyűjtse a vajdasági magyar irodalmárokat, művelődésszervezőket, tanárokat, színészeket, vagyis egy szóval a kultúrában munkálkodókat. Majd az egybegyültek megkoszorozták Szenteleki Kornél síremlékét a sziváci temetőben.